Kádár Zsófi vagyok, Gyuri bácsi unokája. Sokaknak jelent problémát az alvászavar. Az ilyen emberek fáradtan ébrednek, az egész napjukra rányomja bélyegét a kialvatlanság. Pedig az alvás fontos, hiánya depresszióhoz, vagy az anyagcsere folyamatok felborulásához is vezethet. A gyógyszeres kezelés mai tudásunk szerint hatástalan, mivel az alvásunk struktúráját nem tudja javítani. Nagyapámat az álmatlanságról, az alvászavarokról kérdezem. Te jó alvó vagy? Szeretsz aludni? Nagyon szeretek aludni, és nagyon nagy szükségem is van rá, ugye idős ember már többet kell, hogy pihenjen, ezért aztán én legalább 9 órát alszom minden nap. Este 9-kor minden esetben lefekszek, mert úgy tudom, hogy az éjfél előtti alvás pihentetőbb, és reggel 6 órakor kelek fel, tehát az 9 óra. És délután néha-néha van időm, elsősorban télen, nyáron nem nagyon, akkor még egy ilyen fél órát szoktam aludni. Szeretek aludni. Mikor szoktál rosszul aludni? Olyan még nekem nem volt. Régen is voltak rosszalvó emberek, vagy ez a mai felgyorsult világ jellemzője? Ennyi rosszalvó ember nem volt régen. Régen a fizikai munkát a paraszt emberek elsősorban, de nem csak a paraszt emberek, a városi emberek is, akik dolgoztak, elfáradtak, nem volt ennyi idegi hatás, nem érte az embereket ennyi idegi hatás. Az borzasztó, amit ma a televíziókban lehet látni, a sok gyilkolást. Melyek a legjobb nyugtató, altató hatású gyógynövények? Hát elég sok gyógynövény van, amelyik nyugtató, altató hatású. Hát a legerősebb talán a macskagyökér. A macskagyökér nagyon rossz ízű, nagyon rossz szagú. De ezen kívül van a komló, van a levendula. Van elég sok olyan gyógynövény, amelyik nyugtató hatású. Ezeket mikor kell meginni? Hát ezeket a gyógynövényeket, ha az idegeink nyugtatására akarjuk használni, állandó stressz hatás ér bennünket, akkor egyiket délelőtt kell a gyengébből, a citromfűből egy csészével meginni, és délután a másikat. Ha azt akarjuk, hogy kicsit jobban is aludjunk, akkor este lefekvéskor kell a másikat, lefekvés előtt egy fél órával a másik citromfűteját meginni. Ha már rosszul is alszunk, akkor arra egy erősebb kell, egy teakeverékkel, mert a gyógynövényeket úgy keverjük össze, hogy azonos hatásúakat, és akkor az azonos hatásúak egymást felerősítik, hát erre például a macskagyökér kiváló, vagy a levendula is kiváló, vagy a komló is kiváló, meg a citromfű is kiváló. Hozzá lehet szokni ezeknek a fogyasztásához? Ezeknek a gyógynövényeknek az a szerencség, hogy nem lehet hozzászokni, tehát nem lesz hatástalan, mert hogy hozzászokott az illető. Milyen életmódbeli tanácsokat tudsz adni azoknak, akik rosszul alszanak? Hát mindenképpen az, hogy próbáljanak olyan körülményeket teremteni saját maguknak, amelyikben nem idegeskednek annyit. Nagyon-nagyon fontos, hogy este ne egyenek sokat, ne egyék túl magukat, mert az emésztési problémák, a nehéz emésztés, a bélproblémák, a bélmozgás problémák miatt esetleg nem tud aludni, ezért este úgy egyen, ahogy az angol közmondás tartja, hogy este a legkevesebbet, annyit, mint egy koldus, annyit egyen csak reggel, meg délbe egyen sokat. És azon kívül nagyon fontos, hogy ne a tévét nézze az ágyból, amikor lefekszik, hanem vegyen egy könyvet a kezébe, és azt olvassa, addig, amíg elálmosodik. És azon kívül pedig van egy ilyen növény, levendula virágzacskót, amit oda lehet tenni a feje mellé, a virágzó levendulát egy kis zacskóba kötve, és akkor annak az illó olaját fogja egész éjszaka beszívni, és akkor nyugodtan fog aludni.